2023. június 9-e, a Victoria vízeséshez megérkeztünk a repülőtérre, most már kifizettük a vízumot, aztán várjuk a bőröndünket. Itt a háttérben lehet látni egy ilyen Victoria vízesés, hát szimbólum az erős túlzás, de vízesés jellegű dolgot. Így itt fog kijönni a bőrönd, aztán utána urai vár minket odakint, és megyünk tovább. Ha megérkeztünk akkor Zimbabwébe, a Victoria vízesésnél, megmutatom a háttértársasokat. Ezek vártak minket a repülőtérre. Oké, indulunk a táborba. Na, a kura nem tudott eljönni Johannesburgból, viszont a hivatásos vadász az itt várt minket az autóval, hogy felülünk a kocsira, és akkor utána indulás a táborba. Jöttünk befele a vadászterületre, még nem foglaltuk el a szálláson a helyünket, hanem úgy, ahogy vagyunk, utazó cuccba, behozott minket a hivatásos vadász egyből a béthelyre, ahova ki van rakva a leopárnak a csali, majd mindjárt megfordítom a kamerát, és akkor meglátjátok. Zimbabwe-i szálláshelyünkre, úgyhogy elfoglaljuk a helyet. A tábornak a főbejárata. Ide hoz be minket az autó. Utána már egy ilyen betonozott járdán szépen be lehet erre jutni. És van egy ilyen központi ebédlőnek mondható hely, ahová megérkezik a vendég. Ez egy idős, nagyon-nagyon öreg tábor, úgy, ahogy mondtam. Balra van a mosdó. Ide már behozták a fiúk a bőröndjeinket. És ide belépünk ebbe a étkező részbe. Itt van egy kis asztalon balra egy kis kávé kikészítve nekünk. Itt el van készítve az esti vacsorához az asztalunk. Ott hátul gondolom oda fogják arra az asztalra kitálalni majd az ételt. Sanyi már elfoglalta az álláspontját ott a vízre, hát hogyha valamit lát, bejön. Itt van egy ilyen kis társalgóasztal, és akkor jövök körbe a bár részen. Vannak kirakva ilyen teknős páncélok körbe. Itt van a bár rész, van egy puskatároló itt rögtön a bár mellett, és akkor jó nagy, sokan le lehet ülni, meg nagyon-nagyon szépek ezek az afrikai faragások. Ki vannak rakva díszletnek, és itt a hűtőben vannak üdítők, sörök, ilyesmik, úgyhogy a vendégi teste, ha vadászat vége van, el tudja fogyasztani a számára megfelelő italt. Úgyhogy Sanyi pedig elfoglalta a figyelő pozícióját. Megérkeztünk a szobáinkhoz. Ez a jobb oldali, ez a Sanyiék. A túlsó pedig az enyém. Igazi
afrikai stílusú. Ez abszolút nem arról szól, hogy a legkomolyabb dél-afrikához hasonló luxust megüsse, viszont a vadászat szempontjából tökéletes arra, hogy a vadász este kipihenje magát. Nincs rajta egyáltalán se ablak, semmi, viszont úgy van megcsinálva, mint a Botswanában mutattam már nektek, gyakorlatilag a tető alatt, itt belátni a szobába, hogy a levegő átjárja az egészet. Úgyhogy bízunk benne, hogy különféle kígyó meg ilyesmi ide nem fog bejönni. Ez pedig a bejárat, így lehet bejutni a szobába, és akkor mindenféle extra nélkül, viszont az a feltétel, ami a pihenésre szolgál, az minden megvan. Őröntároló, két szemére az ágy, itt van két fotel még, hogyha kell valakinek pluszba bármit lepakolni. Igazából itt jobbra majd mindjárt, hogy elfordulok, itt látjátok is, ki lehet látni a tető alatt, tehát itt szabadon jár a levegő, bármi kibe jöhet. Itt szemben van egy pakolós rész, meg egy fegyverszek, vagy egy kis páncél, amiben az értékeket, útlevelet, ezt azt el lehet rakni. Úgyhogy, és akkor megfordulok, aztán megmutatom a fürdőszobát, itt közvetlen az ágy mellett be lehet jutni a fürdőszobába. Itt is teljesen nyitott a felső rész, tehát nincs lehálózva semmi, úgyhogy van egy mosdó, hozzátartozó tükörrel, semmi extrával, utána itt van rögtön balra egy zuhanyzó, egy zuhanykabin, úgyhogy itt van a zuhanykabin, és a zuhanykabin után pedig egy pici WC igazából, úgyhogy ennyi. Hát igazából ennek a tábornak a legnagyobb problémája sok esetben az, hogy ezeken a lukakon a kisebb páviánok, majomfajták be tudnak jutni, aztán sok esetben kárt okoznak ezekbe az épületekbe. Úgyhogy, na szóval itt fogok most elvileg 10 napig aludni ebbe a szobába. Szomszédban vannak sanyék, izgatottan várom, éjszaka lehet hallani hiénák, oroszlánok, elefántok hangját, úgyhogy biztos nagyon jó lesz. És akkor, ha kijövök a házból, akkor itt van, igaz, hogy most nem folyik a folyóba a víz, de itt van közvetlen mellettem a folyó 5-8-10 méterre. Készül a vacsoránk, nagyon finom marha steaket fogunk kapni, disznó és marha kolbász keveréket, és oldalas lett sütve itt most kint a tűzné, ezt most felszeletelik, és akkor utána elfogyasztjuk a vacsoránkat. Thank you.
Amennyiben tetszett a videós tartalmunk, kérünk, iratkozz fel a csatornára, és oszd meg a videóinkat. Köszönjük!